Köszöntöm a köztér valamennyi nézőit. A Székesfehérvári Rotary Klub tehetséggondozó programja keretében 8 fiatalnak adtak át ösztöndíjakat az önkormányzatnak a támogatásával. Ez adja a beszélgetésünk apropóját. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban a klub 2019-20-as év elnökét, Strasser Krisztinát. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szépen, mi is. Ugye elmondtam már, hogy ez a héten történt ez az ösztöndíj átadó program, de mit kell tudni az önök klubjáról? Mióta tevékenykednek? A Székesfehérvári Rotary 2018-ban alakult, és akkor indult el a klubnak a tevékenysége. Ezt megelőzően már volt egy úgymond ilyen asztaltársaság, hiszen a Rotary klub megalakulásának elég komoly szabályai vannak, és ezt megelőzően vannak ezek az asztaltársaságok, ahol gyakorlatilag barátok ülnek össze, és kezdik el azt a tevékenységet összerakni, ami majd későbbiekben akár egy célt tud szolgálni, akár egy támogatást tud eszközölni. És 2018-ban megalakult a klub, márciusában, akkor volt az úgynevezett charter ünnepségünk, és ekkor 20-22 fő tartozott a klubnak a tagjai közé. Most már 24-en vagyunk a klubban, és annyit kell rólunk tudni, hogy gyakorlatilag a munka szempontjából teljesen különböző emberek vannak tehát a tagjaink között, aki a munka életükben ugye teljesen különböző foglalkozással bírnak. Vannak ügyvédek, vannak közgazdászok, vannak újságírók, vannak szellemi munkával foglalkozók sokan, és inkább az a fő cél, hogy akár egy intellektuálisan is egy kicsikét magasabb szinten beszélgessünk bizonyos témákról, illetve a legfontosabb célunk pedig a hátrányos helyzetűeknek, a rászorulóknak a segítése, abszolút nyíltan, transzparensen. Az 1910-es dátum sem volt véletlen, hiszen hogyha a hagyományokat nézzük, akkor ehhez köthető a Rotary, nem? Hát egészen, ha magyarországi Rotaryt nézzük, ugye az 1920-as években indult el a magyarországi Rotary. Maga a klub az ugye Amerikában, Chicagóban alakult, 1910-20-as évek környékén. Ugye Paul Harris alapította a klubot pár barátjának a segítségével, és onnan indult maga ez az egész szellemiség, hogy magas etikai normákat képviselő emberek, szellemi emberek, a gyülekezete, és gyakorlatilag ugye Magyarországra a 20-as, 25-ös, 25 körül jött Magyarországra, majd a két világháború között olyan 41-42 környékén megállt a Rotary élet, és 1987-ben a rendszerváltás környékén indult újra. Maga Magyarországon az, hogy különálló kormányzóság jöhetett létre, az 2007-ben volt, mert előtte különféle világszinten felosztott úgynevezett körzetek vannak, és az 1911-es körzet az 2007-ben alakult meg Magyarországon, és onnantól kezdve van Magyarországon igazándiból egy önálló disztrikt, ezt úgy hívják. Minden évben itt kormányzóságok, új kormányzó van, tehát ugyanúgy, mint a klub életben is új elnökök vannak minden évben. Pont ez a rotációt adja az, hogy ne csak egy emberhez kötődjön, és mindenki ugyanazt azt a intelligenciával, ugyanazzal azzal a hozzáadott értékkel, egy kicsit máshogy, mert minden ember más és más, tudja a klubnak az életét fejleszteni. De tulajdonképpen mindenki, a minden klubtagban közös az a szellemiség, ami a Rotaryhez köthető, akkor, hogyha jól értem. Igen, abszolút. Tehát maga az, hogy másoknak a segítése, jó szándékú embereknek a gyülekezete, akik másokon szeretnének segíteni. Itt ugye főként ugye most Székesfehérváron itt a hátrányos helyzetű gyerekekről beszélünk, ugye erre a 8 főről, akinek tegnapi nap folyamán adtuk át a díjakat, pontosabban október 1-én, és ez volt a célunk is, hogy mindenféleképpen első körben gyerekeket fogjunk megcélozni ezzel a mi segítésünkkel. Nézzük is meg, hogyha már említette, az eseményen készült összeállításunkat, aztán innen fogjuk majd folytatni. Egyszer síromon
Nő a vadvirág, én fentről is, a mennyből is hallom majd szavát. Együtt dobban a szív, s benne dobban a szó, magyarnak lenni igenis jó. Az egekig ér már a nyíló virág, karjába zárja a magyar hazát. Hazám-e föld, mit szívünk fölé, Kárpátok fonnak népünk köré. Hazámban mindig otthon vagyok. Balogh Krisztófer is az ösztöndíjasok közé került ebben a tanévben. A Rotary Klub és az önkormányzat támogatását az énektudásának fejlesztésére fordíthatja. A 2016-ban alakult Székesfehérvári Klub a Fejér megyei gyermekvédelmi központhoz tartozó fiatal tehetségeket segíti évről évre. Az idei 2 millió forintos támogatásból 1 milliót az önkormányzat biztosít a klubon keresztül. Összeálltak emberek, és azzal a szándékkal álltak össze, hogy segítségre szorulók, támogatásokra szorulók számára nyújtsanak támogatást. És a Fejvári Rotary Klub ezért azt gondolom, hogy méltán számíthat arra, hogy ezekben a kezdeményezéseiben az önkormányzat is támogatja. Különösen amikor kiderült, hogy szerintem egy gyönyörű és szívhez jutó célt tűztek ki maguk elé, hogy a gyermekvédelmi központhoz kapcsolódóan felnövő gyermekek és fiatalok számára, akik különböző területein az életnek már tehetséget mutatnak, annak érdekében nyújtanak segítséget és pénzügyi támogatást, hogy ezt a tehetséget megélhessék, ezeken a területeken tovább tudjanak fejlődni, és majd megtalálják a boldogságukat a felnőtt korukban. És az a befogadó környezet, ami akár itt a gyermekvédelmi központban szakemberek által, akár pedig otthon a nevelőszülőknél őket körülveszi, ezeket a közegeket is segítsük ahhoz, hogy segíteni tudják a fiatalokat és a gyermekeket. Öröm volt látni most azt, hogy 8 tehetséges fiatalnak tudtunk átadni támogatást. Ugye 1 forintot adott a Rotary, 1 forintot adott az önkormányzat, és miután ebből sok-sok 1 forint összejött, ezért 2 millió forint támogatást tudtunk közös erővel ma biztosítani. Azt hiszem, hogy jó helyre került ez a támogatás, és fontos, hogy ezek a fiatalok megértsék azt, hogy ők ezért már tettek. Tehát itt nem csak kaptak egy adományt, hanem tehetségesek, ügyesek, van előttük szép jövő, ezzel járó persze felelősség is, de ott van bennük a tehetség, és amit most kaptak, azért ők már sokat tettek, sokat dolgoztak szüleikkel, illetve az őket segítő szakemberekkel, tanárokkal, oktatókkal együtt, és most az arra kapnak segítséget, hogy ezt a tehetséget tovább tudják kamatoztatni. És hogyha így mennek haza, akkor azt gondolom, hogy nem csak egy anyagi támogatást kaptak, hanem kaptak egy lelki támogatást és megerősítést, és megkapták azt a megerősítést is, hogy valamiben ügyesek, és azon az úton érdemes tovább menni. Szurkoljunk nekik, és támogassuk őket abban, hogy ez sikerüljön is nekik. A támogatás minden tanévben jó helyre kerül, különböző célok megvalósításában nyújt segítséget. A 16 éves Zsanett például antropológus szeretne lenni. Az álmaid megvalósításához kaptál most ösztöndíjat, támogatást, mert hogy te már nagyon jól tudod, hogy mi szeretnél lenni, egészen pontosan mi szeretnél lenni. Hát törvényszéki vagy kutató antropológus. Az mit jelent, hogy hová kell eljutnod még, mit kell még tanulnod, hogy mindennek a tudásnak a birtokába kerüljél, ami ugye szükséges ez a munkához? Hát jelenleg a biológia-kémia tagozaton tanulok, azt minél jobban elvégezni, utána még néhány fakt, és akkor egyetemen erre szakosodni, hogy antropológia, valószínűleg külföldi egyetem, talán Pécset van még egy egyetem, ahol kulturális antropológiát lehet tanulni. Hogyan jött neked ez, hogy antropológus szeretnél lenni? Hány éves korodtól tudod már, hogy ezt szeretnél lenni a jövőben? Pontosan nem tudom, hogy hány éves korom óta tudom, de mindig is érdekelte az emberi szervezet, hogy hogyan működik, hogyan épül fel, és ugye hát csontok, az tart minket, az az alapja az egész szervezetnek, és nagyon sok mindenre választ tud adni, elképesztő, hogy mennyi minden rejlik egy-egy csontban. A gyermekvédelmi központhoz tartozó fiataloknak a zenei, a nyelvi és a tudományos oktatásában jelentős segítség a támogatás. Több szempontból is óriási jelentősége van ennek a támogatásnak. Egyrészt azt gondolom, hogy olyan lehetőséghez juttatja hozzá a gyerekeinket,
ami az ő tehetségük kibontakoztatását hivatott szolgálni. Tehát egy hangszer tanulás, hangszeren zenélés tanulás, egy ének tanulás, vagy egy idegen nyelvnek a elsajátítása, megtanulása. Tehát, hogy ezek olyan lehetőségek, amik csökkentik azt a halmozottan hátrányos helyzetet, amiből ők indulnak. Másrészben azt is gondolom, hogy egy másik közeg, egy új közeg, amiben belekerülnek, ahol kapcsolatokat építenek, ami nagyon-nagyon fontos az ő számukra. És hát harmadrészt pedig az ő önbecsülésüket erősíti, az önértékelésüket talán reálisabbá teszi, hogy az ő létükből adódóan előfordul az, hogy a hibát magukban keresik, hogy miért is alakult az ő életük úgy, ahogyan, miért itt vannak, és miért nem a családban. És hajlamosak a gyerekeink magukat okolni, hogy nem tudtak elég jók lenni. Na most ők elég jók, még annál is jobbak, és ezek a hatások, én azt gondolom, hogy a helyes és reális önértékelés és az elhelyezését a maguk személyének abban a közegben, amikben mozognak, nagyon-nagyon segítik. Azért van annyi árva üldözött, hogy oltalmat lenjen karod között. Azért roskadnak más vállai, hogy terhüket te segítsd hordani. Az irgalmat kínunk fakasztják, s mélység felett van csak magasság. Ha más gyötrődik, vérzik, szenved, azért van, hogy te megmutathasd, mennyi szeretet van benned. Megmutatta, de néha legalább. Enyhült, s szépült-e tőled a világ? Vattyan kezedtől támadt foltra folt? Ott is, hol eddig minden tiszta volt? Ki vagy? Vígasznak, írnak szántak, menedéknek, oszlopnak, szárnak. Ki van jelölve a helyed? Ne nyugodj, míg meg nem veled. Csak ott leszel az, aminek rendeltettél. Másként rideg, széltelen lesz életed. Az ösztöndíjat 8 fiatal nyerte el. A támogatást 10 hónapon keresztül a tanidőben kapják a gyermekek. Nos, hát nagyon sok érdekes háttérinformációt megtudhattunk, mind az önkormányzat, mind ugye a kiválasztott intézmény és egy tehetség részéről, és hát ahogy felvezette ugye a klub céljai közül is sok mindent megtudhattunk. Ezt egyeztették egyébként a gyermekvédelmi központtal, hogy ki lesz az a 8 fiatal, akik az ösztöndíjban részesülnek, vagy mi alapján választották ki őket, ezeket a tehetséges gyermekeket? Hogyne, természetesen, tehát ezt megelőzte egy elég komoly munka, tehát az, hogy ez a 8 fiatal megkapja tőlünk ezt az ösztöndíjat, és természetesen, hogy az önkormányzattól is azt a másik 1 forintot. Gyakorlatilag egy éve kezdődött, éppen így szeptemberben találtuk ki egy klubülésen, hogy hátrányos helyzetű, tehetséges gyerekeket, állami gondozott gyerekeket szeretnénk támogatni. Akkor meghívtuk Deresné Tanárki Máriát hozzánk, hogy beszéljen egyáltalán maga ennek a szakszolgálatnak az életéről, munkájáról, mit is csinálnak ők, hogy kerülnek oda a gyerekek, ha tehetséges gyerek van, akkor őket hogyan tudják támogatni, akár a nevelőszülőkön keresztül, vagy saját maguk, mint szakszolgálat. És ekkor kértük meg Máriát, hogy készítsen nekünk egy listát a gyerekekről, hogy tényleg kik azok, akik tehetségesek így az ő környezetükben. És kaptunk is egy listát, sok-sok gyerek volt rajta, egyébként nem olyan, a 8-tól nem sokkal több, és így kiválasztottuk azt a 8 gyermeket közösen, természetesen Máriának a bevonásával, hogy akik tőlünk ezt megkapják, ezt az ösztöndíjat. Aztán lett egy bál, amin ez idén 2019 márciusában volt, a Rotary jótékonysági bálunk, egyébként minden évben igazodva a charter ünnepségünkhöz, vagy a charter alakulásunkhoz, ehhez igazítjuk a bált, természetesen a báli időszakot is figyelembe véve, és ekkor a jótékonysági bálnak ez volt a fő mottója, hogy ezeket a gyerekeket támogassuk.
A bálon fel is léptek egy páran, akik itt is voltak egyébként a felvételen is láthatóan, és akkor itt a támogatók is, a bálnak a résztvevői is láthatták azt, hogy kik azok a gyerekek, akiket mi úgy gondoljuk, hogy támogatásba tudunk részesíteni. Majd ezt követően ismét egy újabb munka következett, ahol is gyakorlatilag akár forintosítottuk, vagy tárgyasítottuk azokat az eszközöket, vagy azokat a célokat, amiket a gyerekek szeretnének, hát ergo, hogy miben tehetségesek ezek a gyerekek, és ezt követően pedig raktuk hozzá a forintokat, miután mi is láttuk azt, hogy a bálnak a bevétele hogyan alakult. Majd megkerestük az önkormányzatot, de előtte próbáltuk bevonni más civil szervezeteket, hogy ennek egy magasabb, nagyobb hangot adván, hogy ne csak a Rotary, hanem Székesfehérvár más civil szervezetei is csatlakozhatnak ehhez a programhoz. De igazándiból a polgármester úr teljesen lecsapott az ötletre, ha lehet azt mondani, és így kaptunk tőle a mi egy forintunkhoz az önkormányzattól egy forintot. És igazándiból ugye most teljesedett ki 2019. október 1-ére akár a büdzsé is, meg akár így a hivatalos átadó is. És innentől kezdve gyakorlatilag 10 hónapon keresztül egy iskolai ösztöndíj program keretében kapják ezek a gyerekek a hozzájárulásunkat és támogatásunkat. Ugye most egy fiatalt megismerhettek egy kicsit legalábbis a televízió nézők, de hát ön láthatóan ott volt ugye az eseményen, nyilván voltak személyes benyomásai, tapasztalatai a másik 7 gyermekkel kapcsolatban is. Milyenek ők? Kedvesek, aranyosak, reményteliek, gondolom. Igen. Én azt gondolom, hogy ők azért kicsit mások, mint azok a gyerekek, és itt, ha lehet ezt mondani, akik normális családban nőttek fel, hiszen ezeknek a gyerekeknek ugye nincsen édes szüleik, hanem nevelőszülőknél nevelkednek, és hozzá kell tenni, ezek a nevelőszülőknek is óriási áldozatos munkáik vannak. Tehát én azt gondolom, hogy le a kalappal egy-egy ilyen nevelőszülő előtt, hogy így felvállal plusz gyermekeket nevelés szempontjából és támogatás szempontjából, és hogy ők is maximálisan hozzáadják azt a fajta támogatást, amit ezeknek a gyerekeknek meg lehet adni. És az is nagyon jó érzés, hogy ez a 8 gyermek, és egyébként nem csak 80, hanem nyilván sokkal több, és ez a program, ez most indul el, nekünk is ez egy olyan tanuló pálya, és ezt tovább szeretnénk terjeszteni, tehát több gyerekre is, egy ilyen szintén egy rotáció alkalmával, hiszen itt mi úgy gondolkodunk, hogy 18 éves korokig próbálunk egy életpályát összerakni nekik, tehát és ehhez való támogatást adni, és viszont miután elérték a 18. életévüket, akkor utána nyilván kikerülnek a programból, és ezt követően pedig majd jönnek újabbak és újabbak remélhetőleg. Akkor mondhatjuk azt, hogy egy hosszú távú célt is találtak, tehát hogy ez nem csak erre az időszakra szólt, hanem valószínűsíthető, hogy ez egy hosszú távú együttműködés, vagy egy ilyen közös nemes ügy lehet? Én azt gondolom, hogy mindenképpen erről lehet beszélni. Igen, hogy ez egy hosszú távú gondolat a mi részünkről. Ha már a terveket nézzük, ugye egyről már hallhattunk, az élet más területein is próbálnak támogatást nyújtani, vagy mit lehet tudni még az önök céljairól? Hogyne, egyébként a klub az nagyon fiatal, ugye, mint említettem, 2018-ban alakult. Maga a tagok is nagyon agilisek ilyen szempontból, tehát ők is abszolút aktívan ötletelünk minden egyes oldalról, illetve próbálunk új lehetőségeket és új közösségeket felkutatni, hogy kinek tudunk adni, kinek tudunk támogatásokat nyújtani. Egyébként tavalyi évben, illetve hát inkább azt mondom, hogy idén, mert szintén január 1-én volt egy jótékonysági úgy koncertünk, hogy az Alba Régia Filharmonikus Zenekarnak az újévi koncertjének az előpróbáján ott szintén ezeket a gyerekeket, akik viszont nem a 8, hanem sokkal többen voltak, 150-en voltak, nevelőszülőkkel együtt, ők meghallgathatták ezt a koncertet,
ingyen és bérmentve. Természetesen mi fizettünk ezért a Filharmonikus Zenekarnak, úgyhogy ezt az idén ismét meg szeretnénk tenni, január 1-ével, szintén az újévi koncert, az a legújabb újévi koncertnek ugye a tematikájához igazodva, és ott is szeretnénk a nyilvános főpróbát kvázi kinyitni. Akkor mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen nem csak az anyagi, hanem azért a lelki táplálékról is igyekeznek gondoskodni, hiszen hát egyrészt nyilván ez egy költség, ami főleg hátrányos helyzetben élőknél biztosan megterheli a pénzteret, ugyanakkor meg emellett azért fontos, pontosan a tehetség gondozás jegyében. Mindenképpen, illetve csináltunk egy Rotary Akadémiát is, létrehoztunk egy Rotary Akadémiát, és az szintén tavaly, szintén egy éve, aminek az a lényege, hogy egy kicsikét azt a tudást magasabb szinten tudjuk bemutatni, akik ezekkel foglalkoznak a témában, akiket ugye meghívtunk, ez idáig 5 előadó volt, volt fenntartható fejlődésről, itt ugye a műanyag szerepe a világban, erről volt szó egy kutatónak az előadása, akkor volt az ősrobbanásról egy előadásunk, akkor volt a mesékről egy előadásunk, valamint a magyar nyelvnek a fejlődéséről is volt egy szintén egy nagyon impozáns előadás egy professzorasszony oldaláról, és egy kicsit más szemszögbe is meg tudja nekünk mutatni azt, hogy maga az, a milyen szegmensek vannak itt a tudományban és a tudományon belül. Ezek a Rotary Akadémiák, ezek nyilvánosak, bejöhet bárki, meg van hirdetve. Legutóbb szeptember 30-án Farkas Bertalant láthattuk köreinkben, egy nagyon érdekfeszítő előadást tartott, nagyon sokan voltunk, több mint 50-en voltunk ezen az akadémiai előadáson. Én azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült, nagyon szellemes és mindenféle szempontból érdekes előadást láthattunk az első magyarul űrhajósunktól, aki bámulatos energiával tudja ezt még továbbadni kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Akkor mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen az előadások során is olyan személyeket hívnak fel, és olyan témákat dolgoznak fel, ami valami miatt követhető, vagy példamutató lehet, vagy egyedi, különleges életutakat mutat be, vagy a tudománynak egy-egy olyan érdekes szegmensét. Igen, a tudománynak egy-egy érdekes szegmensét, közelebbről egy kicsikét megmutatva, és fókuszáltan megnézve az, hogy mégis miért van, okozati összefüggéseket, és láthatóan, illetve tapinthatóan, érzékelhetően, egy kicsikét színes szagosabban előadva, és nem tankönyvszerűen. Amire a gyerekek érdeklődése nyilvánnyitottabb. Hogyha valaki szeretne önökhöz csatlakozni a Rotary Klubhoz, akkor ezt meg tudja tenni? Nyitott a klub, vagy hát nyilván gondolom vannak valami előfeltételek. Ha valaki most ezt a beszélgetést nézi és érdeklődik, akkor mit tehet? Maga az egész Rotary egy teljesen nyílt klub, nem csak Magyarországon, hanem a világban is. Abszolút ezt az eszmét hirdeti. Igen, tagjaink lehetnek, bárki, illetve úgy bárki, hogy ez meghívásos alapon működik, tehát ajánlani kell minimum 2 klubtársunknak az új tagot, vagy tagjelöltet, és ezt követően a klubnak az alapszabálya szerint szigorú szabályok vannak egyébként a Rotaryban, hogy a klubtagságnak a felvételével kapcsolatosan, és minimum 2 alkalommal meg kell jelenni a klubgyűléseinken, és utána közösen döntünk szavazással, hogy az illetőt, aki szeretne a klubnak a tagja lenni, felvesszük-e vagy sem. Itt vannak valami kritériumok ezek szerint? Maga az egész kritérium az, hogy ezeket a magas erkölcsi normákat és etikai normákat kell igazándiból transzparensen, akár a hivatásában, vagy akár a magánéletében, és azt, hogy segíteni akarjon, segítségnyújtás másoknak. Abszolút ez egy ilyen humanitárius céloknak az érdekében vagyunk mi. És talán mondhatjuk azt, hogy erre igény is van nyilván, vagy egyre inkább van igény.
Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen, hiszen a mai világban az, hogy egy csöpp szeretet bárhonnan is jön, az, én azt gondolom, hogy az mindenkinek jól esik. Odafigyelünk egymásra? Mi a tapasztalata? Nyilván sok ilyen témával találkozik, már csak a klub életből adódóan is. Vagy hiányzik azért az odafigyelés, és éppen ezért van szükség a rotarisoknak az akciójára? Ezen van még fejlődnünk szerintem a mai világban, és én bízom benne, hogy ez egyre nagyobb tért fog hódítani, hogy odafigyeljünk egymásra. Rotarinak ez is az egyik célja, hogy ezt megmutassa, hogy lehet így is csinálni. A Székesfehérvári Klubnak a tevékenysége az a város határon belül van, vagy azért kikitekintenek akár a megyébe is? Igen, minden egyes klub igazándiból, ez általában városonként szokott alakulni. Ugye Magyarországon 56 klub létezik jelen pillanatban, 1200 rotari tag van Magyarországon, a klubokban, és természetesen mi Székesfehérváron vagyunk jelen. A környező agglomerációs hozzánk tartozik, de a legközelebbi klubok, akik a közelünkben vannak, az Veszprém, Tatabánya, Szekszárd, hogyha most így földrajzilag nézem, most hirtelen itt Fejér megye környékén azokat a klubokat. Természetesen Budapesten is nagyon sok klub létezik, de fókuszálunk Székesfehérvár és környékére, de bármerre is tudunk, sőt a klubok össze szoktak fogni, hogy esetlegesen egy olyan eseményt vagy olyan támogatást közösen tudjanak eszközölni, ami akár Magyarország határain belüli. Van erre egy olyan rendszer a Rotarinak, hogy úgynevezett foundationnek hívják, tehát ez egy alapítványi rendszer. Itt maga az egész Rotarinak van egy tagdíja, amiből ebből a tagdíjból ebbe a foundation alapítványban is évenként kell, ugye klubonként, per főként befizetni, és ebből adódik egy olyan összeg, amit utána pályázat útján akár több klub is pályázhat közösen, bármilyen célra, nem ez cél érdekében, amit kitalálnak, sőt országhatáron kívül nyúlóan is, akár Európát nézzük, vagy akár globál szinten is nézzük ugye ezeket az összefogásokat, vannak ilyenek. Milyen jellegű célok mentén dolgoznak? Egy-két példát tudná erre mondani? Akár így az országhatáron belül, ami ilyen több klub összefogását hozta, akár egy-egy, nem tudom, katasztrófa helyzet utáni közreműködésnél, vagy milyen ilyen célok voltak? Világszinten, kezdeném inkább egy kicsit távolabbról, világszinten ugye ez 1940-es évek végén, ugye maga a polió, ugye a gyermekbénulásnak, ez volt az első ilyen, és maga a foundation is ugye ebből alakult, vagy ennek előtte alakult, és az első ilyen világkampány, ez a poliónak a megállítása, ugye a járványos gyermekbénulásnak a megállítása, és ugye ez Európában már gyakorlatilag a 50-es, 60-as években már teljesen megállt. Nyilván vannak a világnak olyan részei, ahol még előfordulhat. Ez az abszolút első cél így a Rotarinak. Az, hogy országon belül még milyen lehetőségek vannak, például ugye Magyarországon van olyan gyermekeknek a segítése, akik szív problémával születtek, és az ő segítésük, az illetve gyógyulásuknak a segítésének a támogatása. Akkor vannak ilyen ügyek már, amin mondjuk dolgoztak így együtt, és akkor mondhatjuk talán azt is, ahogy így a tevékenységük kirajzolódik előttünk, és a tévénézők előtt, hogy azért itt a társadalmi összefogás ereje is megmutatkozik, illetve a társadalmi felelősségvállalás is talán egy tudatosabb formát mutat. Igen, maga az egész Rotary egy társadalmi felelősségvállalást jelent igazándiból, mondom, a hátrányos helyzetűeknek a segítése, tehetséges embereknek a segítése. Mennyire közösségépítő ez a program? Akár csak gondolok itt arra, hogy nyilván a klubtagok is épülnek, de talán az egész város közössége is egy ilyen közösségépítő események a részese egy-egy ilyen nagyon szép ügy mentén, amikor mondjuk van egy jótékonysági program, vagy egyéb ilyen esemény. Ez a célunk egyébként. Fiatal a klub,
tehát lassan két éves. De lendület van, és tűz a tagokban. Abszolút. Én azt gondolom, hogy az elmúlt események azért mindenkinek adtak egy nagyobb motivációt, hogy még jobban foglalkozzunk ezzel. Igen, első körben meg kell, hogy ismerjék Fehérváron az, hogy mi az a Rotary, ki az a Rotary, és ezt követően mindenféleképpen az a cél, hogy ezt tényleg kiterjeszteni, ezt a társadalmi felelősségvállalást, megismertetni az emberekkel magát a Rotaryt, hogy mi mivel foglalkozunk. Azt tudni kell, hogy más városokban maga a Rotary múlt az 25-30 évre nyúlik vissza. Tehát vannak olyan klubok, akik 25-30 évesek. Tehát őnekik teljesen más már az a tapasztalat, amin ugye végigmentek. Sok helyen jártam én is az országban, más kluboknál. Ugye az a cél is, hogy egymás klubjait megismerjük, hiszen minden egyes klub önállóan működik, tehát ezt hozzá kell tenni, és a cél az, hogy minél többen megismerkedjünk egymással, és nem csak a különféle közös eseményeken, mert vannak nekünk közös eseményeink is, hanem azon túl is, hogy látogassuk el a kluboknak az életében. Tehát ugye hetente vannak a klubülések, és bizonyos alkalommal mi is elmegyünk más klubokhoz, és megnézzük, hogy ők mivel foglalkoznak. Sok-sok ötletet tudunk tőlük szerezni, és hiszen ők már jóval nagyobb tapasztalattal rendelkeznek. Több városban például az adott városi programra építenek különféle Rotary programokat is. Tehát az elmúlt hónapokban is több olyan Rotary rendezvényen voltunk, ahol akár a várossal volt egy közös esemény, és ennek kapcsán kapcsolódott be maga a Rotary is, és egy bizonyos célt szolgálva, vagy egy bizonyos támogatást szolgálva. Nekünk is ez a célunk az elkövetkezendő időben. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívásunkat, és hát én azt gondolom, hogy megígérhetjük a nézőknek, hogy hallani fognak még itt a Rotary Klubról. Köszönjük szépen! Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, köztérre legközelebb egy hét múlva pénteken számítok majd a figyelmükre, itt este a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!